Sziasztok! Ebben a videóban egy újabb kihívást fogunk elkészíteni, ez pedig nem más, mint a Bean Buzzled kihívás, aminek a lényege, hogy egy ilyen cukorkát beszereztünk a sugárshopból, és aki ismeri ezt a kihívást, az tudja, hogy mennyire szörnyű és tényleg megerőltető kihívás lesz, ugyanis a lényeg, hogy ebben a dobozban nem feltétlenül finom cukorkák vannak, hanem mindenféle színből van kettő íz, tehát például van a kék színű cukorka, és abból vagy Panni, vagy én kapunk egy finom áfonyásat, vagy pedig egy fokrémizit, ami még nem a legrosszabb, tehát lesznek itt még bőven finomságok. Már Pannival nézegettük, hogy ez nagyon durva lesz, és iszonyú büdös. Majd elmondjuk a végén, hogy milyen illetve van az egész doboznak, szörnyen büdös. Úgyhogy eléggé izgulunk, mert ez most tényleg nem egy olyan kihívás lesz, hogy nevetünk és tök jó, hanem hát ez szörnyű lesz. És mi ebben a játékban, hát nem tudom, hogy mások hogyan szokták játszani, vagy milyen videókat szoktak ezzel csinálni, de viszont azt találtuk ki, hogy ugye egyszerre veszünk be egy fajta színt, és akkor alul majd lesz egy ilyen kis támláló, hogy melyikünk eszik több rossz ízt, és akkor ez egy ilyen úgymond versenynek fogható fel, hogy Panni szívja meg jobban, vagy én szívom meg jobban. Öntsük ki valahol egy újságot, az igen, és akkor onnan felszedegetjük ugyanazokat az ízeket. Jó. Jó sok van benne. Rá is van írva a dobozra, hogy egy doboz nem feltétlenül tartalmaz minden ízt, és most kiöntöttük és látjuk, hogy van három zöld például, tehát zöldből az is lehet, hogy mind a ketten rosszat, vagy mind a ketten jót kapunk. Hányásból nagyon sok van. Jó, legyen a kék, az még tényleg annyira nem rossz. Szóval itt van a kezemben három kék, úgyhogy akkor milyen esélyünk van? Fokrém és áfonya. Igen. Ugye? Jó, akkor húzz egyet. Jó. Jó. Jó, jó, ez még nem durva. Azt hiszem, hogy fokrém. Fokrém? Nagyon finom. Gyáfanya? Nekem fokrém. Ez fokrém. Ez jó. Akkor mindenket tényleg fokrém. De ez tényleg finom. Akkor ilyen babatörlőkendő és kókusz ízű. Tehát akkor szerintem jöjjünk a fehér alapban, nagyon sok van. Yeah. Úgyhogy, igen, itt van a kezemben öt fehér. Úgyhogy, kezdem húzást. Oké. Jó. Jézusom, meg sose ettem ilyet. De nem durva, nem rossz. Meg így, hogy nem konkrétan azt veszem, hogy egy cukorkát, végül is annyira nem para. Igen. Szóval, hogyha megcsináljátok ezt, akkor a kékkel és a fehérrel kezdjétek, mert azzal nem lehet mellélülni, ez nem olyan durva. Ja. Lila az csoki pudingos, vagy pedig kutyakajás. Jól légy, Cilla, kutyakaját. Ne. Jó. Jó, ebben három van, tehát nem tetszik, mert nem van egy benyomódás. A kutyakajának olyan a formája. Igen. Na jó, akkor kezdhetjük. Csoki pudi. Várj, ez csoki puding? Várj. Ugye nem muszáj megjönni, hogyha szar. Csoki puding. Nem tudsz rájönni, akkor csoki puding. Én kérem a másikat. Az is szar. Nem lehet tudni. Nem, ez csoki puding, ez biztos. Hát szóljál meg. Ez kutyakaja, fúj, Jézusom, de büdös. Megettem kettőt. Panni bevette, hogy azt hitte, csoki puding, hát fúj. Akkor jöjjön a fű, jó? Ami vagy fűzi, szóval vagy lányvízi. Igen, tehát ez az a lenyírt fű, vagy valami. Jó, akkor nekem egy lesz. Nekem az fű. Még sose ettem füvet, de szár. Nem ettem még füvet soha. Én kiskolom ezt, vagy így rákcsalod, és akkor kérdezik. Én falevelet. Tényleg, amikor... Ó, tényleg. Amikor nem durva, ez is jó. Sőt, ez még finom is. Nem, most én választok. Legyen a popcornos, vagy a... Igen. Popcorn, vagy... Vagy egy vajas popcorn, vagy pedig rothadt tojás. Ebből öt van. Jó. Akkor választok egyet, ez. Én is, jó. És akkor... Én a tojást is utálom. Nem, hogy rothadt tojást. Fúj. Jézusom, ez Jézusom, ez nagyon durva. És így a számomra az íze. Fúj, gyorsan, hát legyen egy popcorn.
egy... Ez popcorn, nem? Nekem nem. Fúj, Panni. Nagyon durva, állni fogok ezt. Amúgy a vajas popcorn is se annyira jó. De jó van. Most kaj. Az is ez. Igen. Három tojás. Fúj, adj vizet gyorsan. Nem bírom. Fúj. Amúgy ez a popcorn nem jó egyébként. Egyébként amúgy. Szar. Amilyen foltos zöld, az vagy körte, vagy pedig takony. Hát így ki lehet találni, mert ez egy kicsit kisebbek és virágosabbak. Ez a takony. Összekeverjük és lenézzünk. Mis? Jó, vegyél egyet és lenézz ide. Oké. Okay. Nem akarok takját. Ez az. Hát ez nem körte. De amúgy... Szar. De jó, mint a tojás. Nem tudom. Fura íze van. Tippem néz, szerintem kisbaba karomóta nem ettem taknyat. Ja, legyen még egy hátra, egy körte nekem. Én nem kérek köszönöm a fiket. De addig játszok, amíg nem fogy elhívni. Jézusom. Nem para. Körte. Zokni. Vagy tutti frutti. De legalább az jó. Fúj, de bűnik. Nagyon bűnös. De tényleg, hogy csinálnak ilyen ízeket? Valaki megkóstolta a videót. Na jó. Legyen ez. Kérlek, legyen. Tudj, Rudi. Nem lehet elönteni. Ez büdös zaki. Ez tudj, Rudi. A büdös zakninak a szaga, az tényleg iszonyú büdös, de az íze az nem olyan durva. Tehát... Ez szerintem zokni volt, nem is tutti frutti. Ez fura. Nem tudom. Lehet, hogy csak így együnk még egyet. Lehet, hogy... Ja, lehet, hogy az is van. És akkor lehet, hogy tutti frutti tettem, és most ne rossz. Próbáljuk ki. Egyél még egyet. Ez tutti frutti, ez tud ki. Tud ki. Ritkom. A büdös zakni. Akkor az előbb megettem egy büdös zaknit. Nem volt olyan szörnyű. Szóval elkezdett az utolsó állomás. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab van, ami vagy hányás, vagy pedig barack. Kezd. Ez a nagyon nagy piros volt. Fúj. Mert nem tudjuk melyik finom. De meg kell kastanunk egy barackosat is, úgyhogy... Ja, el kell jutni egy barackosig. Ez jó kihívás egyébként, hogy nem az, hogy ki hány rosszat eszik, hanem hogy mennyi után jutunk egy barackosig, vagy egy finomig. De ez így jó, kb. Mindig egyszer eszik meg a szart. Igen, ja, basszus, így mi államon fogy, nem így. Barack. Barack. Nem tudom. Nem az! Hogyha nem tudod előtteni, akkor az nem barack. Egyet addig, amíg nincsen barack. Jém. Na, már ettem barackot. Nekem már itt vége a játéknak. Legyen barack. Jó, csak a felét harapom le, mert te nem eszel. Hajrá. Barack. Örülnek. Barack. Szóval ez lett volna a Bean Buzzlut kihívás. Hát elég érdekesen alakult. Voltak olyan ízek, amik nem voltak olyan rosszak, mint ahogy számítottuk is voltak, amik sokkal rosszabbak voltak. Szerintem melyik volt a legrosszabb? A hányás. Az nagyon rossz volt. Ja, nem, a tojás. A tojás. Szerintem a rothadt tojás. Tehát, hogy, ahogy végigolvastam az egészet, én a hányásra vagy a büdös zoknira tippeltem volna, hogy legrosszabb, de nem. A rothadt tojás az nagyon durva volt. A többi hát ugye meg
néha nehéz volt eldönteni, és ez volt a legrosszabb benne, hogy én megettem egy büdös zoknisat, hogy azt hittem, hogy tuti frutti is. Én egyébként ajánlom nagyon mindenkinek, aki elég bátor ehhez. Igen, akár barátokkal, egy ilyen csajos estén, hát vagy bármi. Hát jó, az fura is lenne. Igen, így neki állok, így nasizzunk egy kis cukorka két film között. Igen. Nem, tehát hogyha a sugársoknak a környékén jártok itt Budapesten, akkor szerintem érdemes egy ilyet beszerezni. Barátokkal összedobtok rá, és akkor így el lehet vele szórakozni. Úgyhogy nem bántam meg, hogy megcsináltuk ezt a kihívást, de ezt a doboz dobjuk ki benne, büdös. Köszönjük, hogy megnéztétek, reméljük, hogy tetszett nektek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!